Life is all about you, and not at all about you. Now that's two opposing thoughts, and yet both of them are true. How can you experience everything you choose to do while observing the experience you're having from a higher view? I'd rather die free than have to live inside a petty zoo. I am the journey that I'm getting to. Taking selfies of somebody else's face. Szeretettel köszöntöm a Gála műsor közönségét, és kiemelt tisztelettel szervezőnket, Kompos Tamás urat, aki a Hedge Fodrászszalon Debrecenben közismert tulajdonosa és főnöke. Nagy örömünkre szolgál, hogy megtalált minket is, a mi alapítványunkat, a Leukémiás Gyermekekért Alapítványt, és többek között a másik alapítvány, másik civil szervezet mellett a mi javunkra, a mi céljainkra szervezi ezt a nagyon igényes, szép és remélem minden bizonnyal élvezetes műsort. Debreceni Egyetemi Központban gondozott és kezelt leukémiával, daganatos betegségben szenvedő, illetve egyéb súlyos vérképzőszervi betegségben szenvedő gyerekek körülményei, gyógyításainak a feltételeit a lehető legkomplexebb módon támogassuk, javítsuk. Évente mintegy 40 új daganatos, rosszindulatú és leukémiás megbetegedéssel diagnosztizált, felismert gyerek kerül hozzánk gyógyulást keresve, és körülbelül ugyanilyen a száma a úgynevezett nem daganatos, de azért súlyos vérzékenységgel, vérszegénységgel küzdő betegeknek is. Évente mintegy 300-400 beteget látunk el, összesen 8-900 fekvőbetegesemény és mintegy 3000 járó betegesemény kapcsán. Minőségi feltételek között a legkorszerűbb ellátást kaphassák meg a lehető legjobb gyógyulási esélyek érdekében. Ezen dolgozunk, ezt a célkitűzésünket támogatja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány is. Az elmúlt években mi 22-23 millió forint körüli adó 1% bevételre tudtunk szert tenni, ez az idei évben mindössze 16 millió forint volt. Úgy tűnt, hogy el kell halasztanunk az idei évben ezt a immár szokásos családi nyári tábort, ami azért nagyon fontos, mert nem csak a beteg gyerekeket tudjuk elvinni, hanem egészséges testvéreikkel, szüleikkel együtt, és ez egy olyan feltöltődést jelent nekik, ami nagyon jelentősen hozzájárul a gyógyulásukhoz, vagy ha már a kezelés végén, vége felé járnak, akkor a társadalmi visszailleszkedésükhöz. Most, hogy ilyen lehetőségünk van, ilyen lehetőségeink vannak, mint ez a mai gála műsor is, azt reméljük, hogy mégiscsak sikerül jövőre ismételten az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan 6 vagy 7 családot egy ilyen nagyszerű élményben részesíteni. Köszönöm szépen, hogy Önök ehhez a részvételükkel, a jegyük megvásárlásával segítséget nyújtottak, és nagyon jó szórakozást kívánok a mai estére. Kedves vendégeink, szülőként és orvosként is három üzenetet szeretnék Önöknek elmondani. Az első az, hogy az oktatásnak és az egészségügynek is szüksége van a szülők támogatására. Mi ismerjük legjobban a gyermekeinket. Szüksége van az egészségügynek és az oktatásnak is azokra az ismeretekre, amit mi napról napra, percről percre, óráról órára egész nap összegyűjtünk. Így lehet hatékonyan támogatni, gyógyítani, tanítani a speciális nevelési igényű gyerekeket. A következő üzenetünk pedig az, hogy mivel 24 órás ellátást igényelnek a gyerekeink, még akkor is, ha jó kapacitással működik az egészségügy és az oktatás,
velük 24 órát kell foglalkozni. Muszáj, hogy kompetenciába mi szülők felnőjünk, legyünk jó gyógypedagógusok, jó pedagógusok, és sokszor nővérek és orvosok is. A harmadik üzenetünk pedig valamennyi alapítvány és egyesület nevében mondom. Igenis, a döntéshozókat lehet befolyásolni, pozitívan befolyásolni. Nem az egyéneknek, de közösségeknek igen. Az egészséges demokráciában nem csak a többségi társadalmat képviselik, hanem a kisebbségeket is, a speciális igényű embereket is. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy most két alapítvány és egyesület, a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány és a TÁMOSZ Egyesület együtt léphet föl, és képviselheti ezeket a gyermekeket. Nagyon szépen köszönjük a Hatchernek ezt a gyönyörű rendezvényt, és a önöknek a nagylelkű felajánlást.